Jó reggelt kívánok! Jó reggelt! Reggelt? Uraim, dél van. Bocsánat, én már 4 éve nem állítottam át az aurát. Kicsit felhalmozódott. Miben segíthetek? Na most... Önök hirdetik azt a programot, hogy visszavezetés a... Munka. Na az munka. Visszavezetés a munka világába. Jaj, Lajos, hogy ez milyen idegen szavakat tud. Bezonyesván hallom ám. Egész pontosan mi érdekelné az urakat? Hát egész pontosan. A Lajos például a csapos gizi de pucéron. Úgy értem, miért jöttek el hozzánk? Hát én gondolkodtam. Jaj, ne vágjál már fel, gondolkodott. Elaludt a presszóba. Hát te könyökölve. Na mondjuk ez igaz. Na, szóval mire gondolt? Mit csináltam? Azt kérdi, miről álmodtál a presszóba. Jó, igen. Szóval arra gondoltunk, hogy valamivel ki kellene egészíteni a segélyt. És maga is erre gondolt? Én nem. Én gondolkodás ügyben a Lajost hatalmaztam meg. És a munkára gondoltak? Igen, de nem szívesen. Értem. Tudnak valamit a mi programunkról? Nem, de legalább már a címéből néhány szót értünk. Milyen munkahelyeik voltak idáig? Hát mire gondol? Olyan hely, ahová rendszeresen bejárnak. Ibolya Presszó. Volt valami komolyabb munkájuk? Mu, ez az. Mu, mi? Mu? Mi? Munka. Munka? Ja, én fél napig voltam sírásó. Az magának komoly? Hát, nem volt szabad röhögni. Lehet. És most mit szeretnének? Noha Esván barátom nem volt elég világos, már jó értelemben, akkor én ugye a csapos gizit mesztelenül és hátulról. Mi munkalehetőséget biztosítunk azoknak, akik dolgozni szeretnének. Uh-huh. És milyen munkát ajánl? Jól lejtem, amúgy. Jó. Nézzük csak. Például lehet kaszálni az út mellett. Jaj, hát miért nem az úton? Mert ott nincs gaz. Viszont gyorsabban is végezni. Vagy van virágültetés a főtéren. Kapnak ültetőlapátot. Hogy is ne, hogy mindenki lássa, hogy dolgozunk. Jó, ezt a szégyen. Pedig ennél már csak rosszabbak vannak. No. Árokásás. Ültetőlapáttal. Jó, ezt a szégyen. Kapnának rendes lapátot. Rendes lapáttal. Jó, ezt a szégyen. Akkor mivel ásnának? Há, brigáddal. Nézzük csak, jogosítványuk van. Tőlem elvették. Én megtaláltam. Akkor építkezéshez keresnek segédmunkásokat? Hányat? Legalább 6-ot. Ó, de kár. Hát mi csak 2 vagyunk. Ki kéne meszelni az általános iskolát? Ó, az nem jó. Mi? Hát a Lajos még oda járt. Képesek lennének diákokat dolgoztatni? Jó!
a szégyen! Le kellene szedni a templomkertben a bodzavirágot. Na, a bodzát mi már a múlt héten leszedtük. Vettünk belőle X5-öst. Jó lett a szégyen! Na, komolyra fordítva a szót, le kellene mosni a közlekedési táblákat. Ma azokat is leszedtük. Mondják, tulajdonképpen milyen munka érdekelné önöket? Olyas, amelyiknél nem kell dolgozni. Ahhoz későn jöttek, több száz ilyen hely volt, de erről most jó pár évre lekéstek. Ó, hogy? Áprilisban voltak az országgyűlési választások. Gyere!